Volt egy espresszó a Váci utcában, amit úgy hívnak, hogy muskátli. És akkor én is muskátlis lettem, és ez valami egészen a mai napig tart. Szóval a muskátlisok tudják, hogy a Szomjas, a Konszsaba, a Pintér Georg, a Dárdai Hugo, szóval, és szóval majdnem mindenkiből lett a szegény Polgár Csaba, vagy a Cseh Tamás, vagy a Jankó és Marcel, úgyhogy de lett mindenkiből valaki. A Sipos Pista és az Idérik révén a Bódi Gábor, aztán később már a Dezső, a Magyar Dezső is, a Vertilla, akivel nagyon-nagyon-nagyon jó barátom. A Dobai Péter később, szóval ő már ugye a 70-es, nem. 68, inkább 68-ban. Rengeteg képzőművész, iparművész, építész, de zövében filmesek lettünk. Magyar értelmiség egybe volt, tehát nem voltak külön ilyen szekértáborok, nem voltak népiek, nem voltak urbánosok. A 64-esben a Szemelvesz utca 2, ami aztán később világhírű lett, az a szilveszteri buli, mert világhírű emberek is fordultak meg. Rengeteg lány volt, nagyon helyes társaság volt, és ez olyan 3 napig tartott ez a szilveszteri buli. A világ minden tájáról jöttek mindenféle emberek, olaszok, Milánóból, ott az Henri Cartier-Bresson nevű világhírű fotóriporter, fotóművész, és csinált fotókat, ami aztán megjelent a Paris Match-ba. A Feri az egy fantasztikum, és társadalmunkban egy különleges jelenség. Mindent el tud intézni. Ha valaki valamit akar, talán nem is pénzért, hanem ez az élet eleme. Én inkább a Ferinek a szervezési készsége mellett, ami már majdnem súrolja a zsenialitás, tehát ha én kapitalista lennék, minden esetre egy butikot nyitnék a Ferivel Bécsben. Szervezés kérdés és a Duma kérdése. A Duma kérdése az, hogy nőt hogy agyusztálj. Van, aki ígér Otit, Mabit, Vilát, Esztéges, nem kapja meg a nőt. Nekem ez nem kell. Nekem ez nem kell. Hűha, ez világszám. Hát ez a zene sokat segített volna, ugye, aláadva, és akkor temperamentumnak is jobban ment volna. De hát zenét nem tudok ide produkálni a művésznőnek. Alá fogunk vágni jó temperamentú zenét, mondjuk, hogy eladó ez a kabát. Ahmed, győ, közelebb címmel. És ezt alá kell venni. Tubovics Péter operatőr barátom megkért, hogy az ő diplomafilmét, mint rendező csináljuk meg együtt, és akkor megcsináltuk a Szervezés kérdése című Albert Ferencről, aki egy ilyen filmes, szervező ember volt. Azt hiszem, január 16-a volt egy olyan nap, hogy nem jött fel a nap, olyan sötét volt, és vártuk az autót a Vas utca 2 főiskola bejáratánál, a mikrobuszt, amivel megyünk forgatni. És a Zoli jött az Athenaeum nyomdából, és hozta az első 2 példányát a könyvének, amitől hát hihetetlenül fel volt villanyozva, és rögtön az első példányt nekem dedikálta. Életem végéig fogom őrizni, mint erekét, és valami őrületes sikere lett ennek a 2 filmnek. És a Toldi moziba volt egy vetítés, ahol a 2 filmet játszották, és annyian voltak, hogy feszült a nézőtér, a Csilláron is loktak, és Latinovics Zoltán és a Rutka Éva ott voltak ezen a vetítésen. És valami olyan fokon tetszett nekik, hogy épp utaztak volna Jugoszláviába nyaralni, és a keleti pályaudvaron már ott voltak a bőröndök meg a csomagok. És azt mondta Zoli, hogy nem utazunk,
csomagmegőrzőbe, majd holnap elmegyünk, menjünk föl hozzájuk, csináljuk egy... És akkor volt egy ilyen kisebb ünnepség, ahol valami egészen hihetetlen módon, olyan szeretettel fogadta a Zoli ezt a filmet, üvöltötte szinte az egész városba, hogy egy milyen jó filmek születtek, és hogy én ki vagyok.